az ország első számú sómestere tartott önálló estet a művelődési központban november 17-én. A stand-up úttörője számtalan sztorit mesélt az embereknek. A vendégek kicsit kiszakadva a hétköznapokból teljesen kikapcsolódhattak amint egy egy órás stand alatt. Volt egy nagyot halló urológus, és Hát nyártomba keltem be, megismerkedtem a Trihomónász nevű ókori görög bölcselővel. Na most mindenki a cipőjére néz, nehogy az. -e. Ez egy gomba. Gomba. És hát halkan mondtam, ott is valami ilyen bomba asszisztensnő volt. Mondtam, hogy hát Trihomonas, Mire az asszisztensnő? van! egy úttörő érkezett Hajdú Szoboszlóra, Fábri Sándor, Stand a stand-up, a, sóknak a megálmodója és a megvalósítója volt. Ez egy uh, is volt, vagy minek köszönhető az, hogy ebbe az irányba sikerült ennyire előretörni? Ez, ez minden ösztönösen mentén, az életen fordulataiban soha semmilyen tudatos lépés nem volt, ezt mind véletlenek hozták. Na jó, de hát azért ahhoz kellettek történetek, sztorik, ezek saját sztorik voltak, illetve folyamatosan azok, vagy pedig azért kiszínezett és átformált történetek. A legnagyobb része saját történet, azért én elmondanám azt, hogy annak idején minden osztályban volt egy ilyen dumás gyerek. Tehát én tulajdonképpen ma is annak tartom magam. Minden kocsmába volt egy színes valaki, aki nyomta a történeteket, a többiek hallgatták, úgyhogy én voltaképpen most is e e ezt csinálom, és hát időnként meglepve konstatálom, hogy ez többeket is esetleg érdekel vagy vonz. Hogyan lehet megújulni ebben a szakmában? Mi kell ahhoz, hogy azért mindig frissüljön a repertoár? Hát a repertoár az nem frissül mindig, tehát mindig vannak régi anyagok, de mindig valami azért történik velem. Tehát azok a legjobb dolgok, amik nem kitaláltak, ugye a mai előadásban is ugye voltak olyan nem régiben megesett valós történetek, amik alkalmasak arra, hogy, hogy elmeséljem őket. Melyek voltak ezek konkrétan? Csak hogy ugye azért tudjunk egy picit másként hát, is gondolkodni. Hát a... a... palackos kaland az autóban, az mindenképpen ilyen, és az óvodalátogatás. Kis Benedek, adjunk túl minden vizsgálatot megcsináltatott velem. Tehát voltam andrológia, jól mondom? <hül> Tessék? <hül> né. <Andrológia. hül> nee. Nem, nem, hát lassan már azt kell hozzám, antropológia meg régészed. Ugye azért itt az életkorral nem igazán szoktak nyíltan beszélni, de hát három nap múlva 70 esztendős de. lesz. Elégedett azzal, amilyen úttörő volt, illetve azzal a műfajjal, amelyet még a mai napig aktívan művel? Ö, nincs bennem sem elégedettség, sem elégedetlenség. Jól vagyok ebben a helyzetben, nem akarok sem fiatalabb lenni, sem idősebb, sem okosabb, sem butább, sem szellemesebb, sem szellemtelenebb. A hétköznapokban is mindig ilyen ember volt, mint most, vagy mint amikor a színpadon szerepel. Mennyiben másabb a hétköznapi Fábri, mint a színpadi Fábri? Ezt gyakran megszokták kérdezni, sőt, vannak olyan vélekedések is, hogy a humorral foglalkozók azok otthon vagy szűkebb körben általában szomorúak és depressziósak és pessimisták, nálam erről nincs szó. Milyen rövid távú tervei vannak még, és milyen hosszabb távú tervei? Tehát meddig szeretne még ennyire aktív lenni, és mondjuk mikor fog ismét visszajönni Hajdúszoboszlóra? Hát, hogy Hajdúszoboszlóra mikor fogok visszajönni, ez csak a szervezőkön múlik, ezt nem tudom, de itt egy nagyon kedves, értő, művelt közönségre bukkantam ami én gondolom talán a fürdővel is összefügg, hogy egy polgáriasult közönséget találtam itt, ami az Alföldnek azért nem minden pontján jellemző, és ez nagyon jól esett, és ez megkönnyítette munkásságomat, úgyhogy szeretettel üdvözlöm a Hajdú TV valamennyi kedves nézőjét, akik, hát remélem, hogy ha most nem voltak itt, akkor legközelebb meg tudják a műsoromat tekinteni. Köszönöm szépen!